Tisztelt közönség, kedves meghívottak! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Tisztelettel köszöntjük közösségünk előjáróit. Uzonközség polgármester asszonyát, Bordás Enikőt, Szabó Anna Mária alpolgármester asszony, gyülekezetünk lelkészeit, Nagy László Őrs plébános urat és Buzogán Csoma István tiszteletes urat, illetve meghívottjainkat, Bordás Csaba és Bordás Éva falu felelősöket, a média munkatársait, a Duna TV-t és nem utolsó sorban minden kedves jelenlévőt. A helyi önkormányzat és a fiatalok kérésére semmilyen fotót vagy videófelvételt ne készítsenek az előadás alatt a problémák elkerülése érdekében. Megértésüket köszönjük! Kedves vendégek! Büszkén mondhatjuk, hogy eseményekben és rendezvényekben gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Csapatunk mottója a 2021-es évben Egyesület az Egyesületben. Az ifjúsági, kulturális, sport és karitatív tevékenységek mellett a népi hagyományainkra is igen nagy hangsúlyt fektettünk. Néhány sikeres élményt szeretnénk megosztani önökkel, amelyek számunkra meghatározóak voltak az idei évben. Júniusban részt vettünk a Kovásznai Források Országos Néptánc Fesztiválon. Ekkor léptünk színpadra legelső alkalommal az újonnan alapított LÁRD Néptánc Egyesülettel, amikor hazahozhattuk a második díjat. Mindemellett számos alkalommal volt lehetőségünk megmutatni a közönségnek néptánc tudásunkat, mint például a brassói magyar napokon, illetve a hétfalusi Szent Mihály napok alkalmával is. Állandó karitatív munkát végeztünk a gondviselés segélyszervezettel, illetve a Salvatore Egyesülettel közösen. Faluközösségünk életéről sem feledkezünk meg, hisz minden generációt igyekszünk átfogni különböző programjaink által. A gyerekeknek heti rendszerességgel tartunk pingpong edzéseket, első alkalommal látogatott el a SZIA csapat Mikulás a közösségünkbe, mosolycsalva a gyerekek arcára. Csapatunk a szépkorú generációra is hangsúlyt fektet. Különböző videós programokkal, amelyben elmondhatják, elmesélhetik, újra élhetik falunk egykori arculatát, szokásait, hagyományait, így nyomot hagyva mindannyiunk számára. Éppen ezért szólaltatjuk most meg mindazon idős személyeket, akik boldogan emlékeznek vissza gyerekkoruk karácsonyára. Célunk mindezen programokkal a múlt megörökítése és a hagyományok tovább éltetése. Ezzel a filmmel nyomot szeretnénk hagyni a jelen és a jövő generációi emlékezetében, akiknek a karácsony más jelentett. Átadjuk hát a szót, hadd beszéljenek időseink. Fogadják sok szeretettel! Akkor és most. A régi karácsonyok nyomdokai.
1925-ben születtem, fiam, június 18-a. Heten voltunk testvérek, de úgy szerettük egymást, hogy én ki se tudom mondani. Hát nem volt olyan gazdag karácsonyunk, mint a mostani gyermekeknek. Édesapám elment a fenyvesbe, és onnan hozta a karácsonyfát. És úgy öltöztettük fel almával, dióval, tésztát süttek, kaptunk egy-egy pár harisnyát, zsebkendőt. Nem volt olyan gazdagok, mint a mostani gyermekek. A nagyobbak is kaptak ajándékban keveset, mert sokan voltunk fiam, és nem voltunk ilyen gazdagok, mint most. Nem volt kereset, csak ami a háztól kitelt, azt használtuk. Szőke Vince vagyok, születtem 1943-ban. Július 18-a. Hárman voltunk testvérek, János, Vilmos és Vince. És a karácsonyt azt úgy kezdtük, hogy ezelőtt elmentünk a fenyősbe, elment bátyám János, hozott karácsonyfát, az udvarra felállította, este ez a pamés fejtek, a gyártyék, mert az angyol megjött. És egyik egy bément, a másik szerre mentünk be a házba. Egyszerre mehetünk. Arra az angyolkat egy diót, békelet a diót, vonjuk el arampapírra. Olmát, diót, szaloncukrot és gyamma, ritka volt. És akkor hozott ajándékba ceruzát, könyvecskét, mesés könyvet. Mondom akkor szerényesen. A nevemet Kanyadi Ilona, születtem 1941. október 31-én. Na, a gyermekkoromtól ugye mi hittük, hogy angyalka hozza a karácsonyfát, ezért el kellett menni a szomszédba, míg édesanyáig felültethették a karácsonyfát. Na, akkor szólottak, még egy alkalommal úgy történt, hogy én valamit hazaszaladtam, és pont ötöztették a karácsonyfát, és mikor visszamentem, mondtam a testvéremnek, mert ketten voltunk testvérek, édesanyáig ötöztették a karácsonyfát. Na, nem volt ez előtt az a nagy divat, hogy így sok minden ajándékot kapjunk. Kaptunk, mikor leányocskák voltunk, még tudtunk játszodni, és akkor a leánkák voltunk. Póde, a Lajos bácsi csinált nekünk egy konyha készletét. Abba a szekrényke volt, ágy volt, mindenféle, ez volt az angyali, hogy hívják, ajándék. Bordás Lajos vagyok, 1942. január 1-én születtem. Mire visszaemlékszem, a legnagyobb örömem az volt, amikor 4,5 éves voltam, édesapa hazaérkezett a fogságból. Én csak édesanyját kérdeztem, hogy édesanyja, ki az a bácsi, ki az a bácsi. Na de aztán ezzel barátkoztunk, boldogság, nagyobb boldogságot elképzelni se lehet, mint az volt a családban. Akkor még ketten voltunk testvérek, azután született a Leán testvérem. A testvéri szeretet az annyi volt, és annyira volt, és a családban az összhang. Ha a boltba visszakaptunk egy szemcukorkát, ahányan voltunk, édesanyja annyi darabkára vágta, hogy mindegyik kóstolja meg. Senki nem volt mellőzve. A másik szép emlék. Nem volt az az irigység, ami most van. A testvérek azok testvérek voltak. Az unokatestvérek voltak. Azok tartották a rokonságot. A rokoni szeretet az halhatatlan volt. Veszekedések nem voltak. Irigység nem volt. Más volt. Karácsony az egyik legszebb ünnepünk volt. Visszaemlékszem nagyon jó. Akkor a boltban nem árultak karácsonyfát. A picikáikkal, a nagyobbakkal elmentünk a karácsony szombat előtti
napokban a fenyőzbe hoztunk egy hát, fenyő, karácsonyfát, így neveztük karácsonyfa, az is volt, finom, szaga neki, és akkor én is hoztam harmat, négyet, voltak unokatestvéreim, leánkak, akik nem jöhettek a fenyőzbe, de volt, ugye, a tévivérő, hova mentünk. Nem olyan karácsony volt, ez a két mimoson. A karácsonyfa díszítés. Volt, aki Szent Györgyen karusznéval tudott csináltatni szaloncukrot az aranypapírra, bécsomagolva, és hanem itthon, ahogy tudtuk, a szemes cukorkát is, de megtartódott egyik évről másikra az aranypapír, hogy legyen jövőben mivel a cukorkát belécsavarni, az almának, amelyiknek szára volt, arra cérnát köttünk, és úgy kötődött fel a karácsonyfáról. Gyertyacska, gyertyatartó volt, de ilyen csillárok és ilyen díszek, amilyenek most vannak, el se tudtunk képzelni sem. És boldogok voltunk, és örvendtünk, de aztán hogyha a karácsonyfa alatt az ajándékot áloszta az angyalka, hát abban mi volt inkább? Édesanyáinktól kötött kesztyű, gyapjú kesztyű, mert jött a tél, és már itt volt a tél, vagy egy pár gyapjúzokni, mert általános szegénység volt. Háború után nagy szegénység volt. Még a 46-os a száj, még jobban segített ide a vidékünkre is. Szegénység volt, őszintén mondom. 1945. július 4-én születtem. Ketten voltunk testvérek. Davicsi. Mikor így jött a karácsony, vártuk nagyon, de nagyon akkor örvendtünk, boldogabbak voltunk, mint most a gyermekek. És ajándékok ilyen színes ceruza, vagy tolltartó, vagy ilyesmik voltak, nem úgy, mint most, nem ilyen nagyba, hogy ennyi mindent kapnak a gyermekek, és nem örülnek úgy, mint mi örültünk akkor a kicsinek. Még volt ugye, hogy énekeltek az ablak alatt, jártak akkor ezelőtt, ugye, hogy megjöttek az angyalkák, mint hogy repültünk ki. Mondta, de csak gyertek hamar, mert itt az angyalkos, akkor mentünk manávok mindben. Ilyen volt az angyaljárás ezelőtt. Én Bordás is van, 1946-ban születtem, március 16-án. Szent Ivan laborfal van. Én a karácsonyra visszaemlékezve már körülbelül 5 éves koromtól gondolom, hogy visszaemlékeztek azokra az időkre, mikor jött karácsony. Akkor még szüleink hozták a karácsonyfát a fenyősből, az erdőből, vagy a szomszédba a rokonok, a nagyobb legények hoztak egy karácsonyfát, vagy kettőt, hogy melyik lesz szép, melyik lesz ilyen, mert itt a fenyősben is többféle karácsonyfa volt, és aztán abból tudtunk válogatni. Mikor akkor arra nőttünk már, átölt egy pár év, akkor elmentünk, mi is mi hoztuk el, még háromszor is elmentünk, itt az utcában sok volt a fiatalság, a fiatal gyermek, és hoztunk a szomszédoknak, és ha nem volt jó, vagy megszáradt, hamarabb elhoztuk, vagy valamit letörtük hazafelé. Elmentünk két nap múlva, mert palló volt keresztül, és ha nem a jégem, mert akkor még volt fagyva a fekete ügy, még nem is a pallon mentünk, hát a jégem, mert ott még isankodtunk, kiszinkasztunk. Eleinte mi kisebbek voltunk, hát angyaljárás volt. Bordás Ferenc volt az angyal nálunk, a Jóisten nyugtassa meg, és Gábor Vilmus, ők voltak itt a rokon emberek, legények a szomszédban. Ők voltak az angyalok fehér lepedőben, megjelentek. Bordás Ferencet megismertem a Bakkancsáról, gyermek voltam, le voltunk térgyelve. Énekeltük mennyből az angyalt. Nálunk a vallás szerint katolikusok voltunk, mert volt a rendje, hogy meg kellett a karácsonyfát őrizni január 6-áig, vízkereszt napjáig. Addig nem igen lehetett hezzanyúlni. Hova egyszer úgy sikerült, bementünk, és egy cukorkát leloptunk róla, és másképp nem tudtunk hezzaférni. Mikor a
plebános úr jött, házszenteléskor megszentelte, és aztán akkor felszabadult a karácsonyfos. Ajándék az nagyon kevés volt, mert üzletbe zoknyikot, ilyesmit nem igen vettek, házilag köttek gyapjúból, vagy egy parkesztyűt köttek, vagy egyéb ajándékot itt akkor nem vettek a gyermeknek, hogy mi most, hogy egy szekérderek ajándékot vesznek, és mi a gyermek mond, azt meg kell venni. Most ilyen, akkor ilyen nem volt. Pénz sem volt elég. No, hát ilyen volt, amilyen a gyermek életünk. Egész végig így volt, az karácsony úgy nem tölt el, hogy ne legyen karácsonyfa öltöztetve, ez egyszer biztos. Csüres Katalin vagyok, 1947-ben, december 25-én születtem. Szent Iván Laborfalván iskoláimat ott végeztem, és itt éltem le az életemet. A karácsonyunk, nagyon vártuk a karácsonyt, a Jézus eljövetelét. Nem voltunk gazdagok, szegény család, négyen voltunk testvérek. A karácsonyfát édesapám az erdőbe elment, és hozott egy karácsonyfát. Kockacukrot becsomagoltuk, vágtunk, kreppapír volt, azt ott fejjel vagdossuk a két végét, becsomagoltuk a cukorkákot, azt aggattunk fel, tésztát süttünk, olyan szifrákot, amit fejkötöztünk. Ezek voltak a ajándék, nagyon kevés volt, de annál nagyobb szeretet volt. Kaptunk egy-egy harisnyát, vagy egy pár bakkancsot. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, van 12 éves lehettem. A nagynéném hozott Temesvárról egy glicsút, és avval mentem, a fiatalok vittek szánkózni, már a nagyobbak, mondjam azt, hogy már nagyok voltak, én még kicsike. Akkor a nagyúton a szánkóval, akkor a havak voltak, most nincs. Felültek a nagy szára, Szöcs Tamás bácsi szánkója volt, még deszkákot raktak keresztül. Felültek, és engem elől elvitták, hogy vezessem a szánkót. El volt az élményünk, az örömünk, ezzel foglalkoztunk, szánkóztunk, de annál nagyobb szeretetünk volt. Nem számított, hogy szegények voltunk, vagy gazdagok voltunk, mindenki egyforma volt. Elmentünk a templomba karácsony estéjén. Egy-egy szemcukorkát kaptunk. Nem volt akkor, hogy jaj, most mekkora csomagot adnak vajon. Csak azt várjuk. Én Sőre Imre, Szent Iván Laborfalvi lakós vagyok. Itt születtem. Már nagyon szerettem Laborfalvát. Őszintén megmondva. Eredetileg a karácsonyt hogy kezdtem? Hát gyermekek voltunk, melyik nagyobbak voltak azok. Összeköttek majd 3-4 korcsolyat, szánat, szánkat, egyet egy glicsust előfelültettünk, és egy nagyobb, keményebb hátul meglökött a falunk kője. És az úgy jöttünk be, már nagy hó volt, az autó nem járt, 2-3 egy nap, ha jött. És félni nem kellett, este összegyűltünk 10-12-án, lőtőrejt úgy jött be, hogy a kapukot nem lehetett megszámolni, az semmiséget vett fel. Még elvitt annyira, hogy Bordás Pista bácsék utcaikon bétértünk, és ott álltunk meg a Földes János bácsi kapujába. És vissza, na ez így ment. Akkor karácsonyra mit kaptunk, mit csináltunk? Szülők nem voltak olyan nagy gazdák, hát én már kinéztem a karácsonyfát, már akkor van, hogy honnan fogom lopni, mert lopni kellett. Na de hát mit csinálj? Ez volt, kaptunk egy-egy ajándékot, zoknit, akkor egy inget, no, mert az kellett a karácsonyra egy inget, ilyen apró öltözeteket, no, már nem voltunk olyan nagy gazdák, hogy nem tudom mit vegyünk, mint mostani fiatalok, hogy ha kell kap egy televíziót, örvendjeni, stb. Még olyasmiket is, hogy komoly érték, nem úgy, hogy na, akkor másabb volt, nem volt ilyen gazdagság éppen, de jól voltunk, mert volt mit enni. Most melyik nevemet mondjam? Simon Julianna vagyok, a Gyergyai, már sírok. A Gyergyai medencébe születtem, Gyergyó Ditróba, 1946. február 18-án.
és azért lettem Julianna, mert 16-án van a névnapom. Négy testvérem van, mind lányok vagyunk, fiú nem lett a szülőknek, és a gyermeki élményeim a karácsony, hát ezelőtt a karácsony nem úgy volt, most, nem volt ilyen bőség, ennyi fényes dolog minden, mint most, ami van a gyermekeknek. Ugye meg volt a disznóvágás, utána jött a nagy takarítás, sütés, főzés. Akkor jött a karácsony este, amit erősen vártunk, de én mind a legkisebb örökkel voltam küldve, hogy az angyal tudjon eljönni. De egy alkalommal megismertem az angyalnak a kezén nagy gyűrűt, mert az a szomszéd liám már jegybe volt, és én mondtam, hogy ez Rózsika volt, mert a gyűrű neki a kezén. Alig vártuk, hogy egy kicsit legyen sötétebb, hogy tudjunk menni énekelni, mi gyermekek. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág, azt énekelt. És akkor az egyikünk hárman, négyen mentünk, az bekérezkedett a szomszédba, a házba, hogy beengednek-e vagy ne. Elmondta a köszöntőt, ó emberi nemzet, indulj igazságra, mert eljött Krisztus Urunk szegény szállásodba. Tisztíts ki házadot, és engedd be őt, mert ő visz téged boldog mennyország. Akkor az ajtót a háziak kinyitották, s vártak ugye egy tálba, hát ezelőtt nem ennyi tészta, ennyi csokoládé, és minden volt. Hát nálunk úgy mondják ezeknek a madárkáknak, amit itt sütnek, hogy galambos. Két füle volt csinálva, két szemet tettek, s abzal kínálták meg a gyermekeket. Azután mentünk a Szent Misére a szüleinkkel, ami hát egész úgy 11-12-ig tartott a Szent Mise. Akkor minket hazavittek, mint gyermekeket, lefektettek, és a szüleim ők mentek énekelni. Mert nálunk az volt a szokás, hogy egyik a mást a rokonok, szomszédok, ismerősökhöz elmennek, és énekelnek. Imemidő mindeneket énekelték a felnőttek. Másnap jött ugye a Szent Karácson napja, István napja. Hát akkor is kellett menni a templomba. Ha nem mentünk a templomba, nem szabadott kimenni a kapu. Este pedig mentek Szent Istvánt megénekelni. Íme egykor Szent István. Ezt az éneket énekelték itt a templomba, és szoktak egy-két szakaszt énekelni. De előtte, ha Szent Istvánnál sötét volt a szobában, a lakásban, akkor előbb elénekeltek egy ébresztő éneket. Szent István még aluszol-e, így sokáig még nyugszol-e, sérkenj fel ágyadból, és kelj fel álmodból, mert te hozzád jöttünk, jaj, milyen hangom. És akkor, ha lámpa gyúlt, akkor elénekelték a Szent István éneket. Azután ugye jött harmadnapja, Szent János napja. Akkor már nem igen énekeltek, mert Szent János ének olyan nehéz volt, és nem igen énekelték azt, de este olyan szép volt, mikor éjjel énekelnek egy-egy családnál. Az ajándék pedig nem volt dús ajándékunk. Hát egy-egy sapka, harisnya, vagy egy nadrág, ilyen tréning nadrág, de az a vastagabb fajta blúzzal, kesztyű, egy-egy füzetet, ha hozott az angyal, ceruzát, radírt, ami kellett, szükséges volt, nem olyan dolgokat, hogy aztán dobjuk be a sarokba, s nem kell, csak addig örvend a gyermek, amíg meglássa, hogy mi van, s tovább. Két nap múlva már nem ér semmit, mert szedi szét. Kányádi Misi bácsi vagyok, nagyon régi gyerek vagyok, a 86-ot taposom. Tehát az azt jelenti, hogy az 1930-as évektől emlékszem én a karácsonyra. A régi időkben, az én gyermekkoromban, én azt hiszem, hogy december mindig fehér volt, lehavazott. És akkor tudtuk, hogy most közeledik a karácsony, mert fehérbe borult a táj, ugye?
Nagyon szép. Aztán nem beszélve a rodlizásról, a szánkozásról, de a karácsony akkor szép, ha fehér. Szép dolgok voltak. Az akkori karácsonyok, azok soha többé vissza nem térnek. Ami díszítette az egész gyermekkoromat az, hogy sokan voltunk testvérek. Tehát 5 gyerek volt a családban, plusz édesanyám, édesapám, egy gyönyörű, 7-tagú családban. Ugyebár annélkül, hogy karácsonyfa ne legyen, nem létezett. Akármilyen nehéz idők voltak, sőt a háború alatt is, ugye, mert 39 és 45 között háború volt, de nálunk a kicsi házban mindig megvolt a karácsonyfa. És 12-kor misézett a Laci pap, a legszebb énekeket akkor hallottam, nagyon tetszett. Annyi volt az ember a templomban, hogy nem volt hely. A gyermekek, a szülők ölübe ültek, hogy mindenki beférjen. A templomozás után a nép kivonult, mindenki boldog karácsonyt köszönt egymásnak, megölelték egymást, kezet fogtak, mindenki hazament. Mi gyermekek alig vártuk, hogy hazaérjünk. Két szempontból. Nézzük meg, hogy az angyalka hozott-e karácsonyfát, a másik pedig tudtuk, hogy kolbászt fogunk éjfélizni. Még most is a szájamban van az a kolbász íz, amit akkor mamám, édesanyám sütött, ugye már az előkészítve, és templomozás után hozzájöttünk. És akkor kitette a nagy lábost a kolbásszal, hogy az milyen finom volt a házi kenyérrel, az kimondatható. Az alkalommal kívánok nektek elsősorban a fiataloknak, de az egész falu lakosságának egy kellemes, boldog karácsonyt, jó egészségben, szeretetben, békességben. Születtem 1965. január 12-én, Hínak Majlát Ágoston. Mikor kicsi gyerek voltam, kaptunk egy cukorkát édesanyáiktól. Szegények voltunk, nem tudtunk fát venni. Sok gyerek volt, 10 voltunk. Van 10 unoka. 97. éves vagyok. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Érje meg a 97-et mindenki egészségbe. És normálison, mert úgy örvendek, hogy még tisztán tudom tartani magamot. A jó Isten velem van. Örömmel tölt el, hogy részt vehetek ezen a baráti beszélgetésén. Szeretettel, sok szeretettel kívánok feleségemnek, gyermekeimnek, unokáimnak, dédudokámnak, minden jó barátnak, falus feleimnek, minden jó indulatú, jó akaratú embernek, kellemes karácsonyi ünnepeket, és egyben sikeres, gazdag, boldog új évet. Az ifjúságnak kívánok sok sikert, boldog karácsonyt, jobbat, mint a miénk. Kellemes ünnepeket az összes falu lakójának, az ifjúságnak sok sikert, haladást, a község, az Uzon község területén mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet. Én mindenkinek kívánok egy boldog karácsonyt, boldog új esztendőt, rókonnak, falubeliaknak, mind az egész falunak, barátoknak, mindenkinek. Kívánom, a jó Isten adjon az egész szentiványi híveknek, unitárius, református katolikusoknak, mindenkinek kívánok boldog karácsonyt, egyben boldog új esztendőt adjon a Jóisten egészségben mindenkinek. Na, kellemes ünnepeket, boldog karácsony ünnepeket. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok az egész családnak, gyermekeimnek, az egész szomszédságnak, falubelieknek, és minden jó ismerősnek. Rokonságnak a legjobbakat kívánom. Kellemes karácsony ünnepeket kívánunk. Az unokáknak, a családnak,
a leanyomnak, a vajámnak, a palupaliásnak boldog új esztendőt kívánok nekik is. Mikor a főidőn főkapitán voltam, diszolláv fegyverem, diszolláv gömbecem, hol megállítam, haraptam a végét. Te kicsi pétejkár, tapincskam, a rába hozz egy darab kolbaszt, az üres tarisznyamba. Látom asszon kámnak, szemepisőj, gássát, az innácső, keze tutuk áll a zsebbe. Talán Isten adja pénzakat kezébe, hogy azt a szegény Zsigmos kifizesse vele. Szállásikra kívánom. Boldog új éveket érásra, családjikkal együtt eltölteni. A következőkben ismertetni szeretném néhány szóban a mai est programját. Elsősorban fogadják szeretettel Fazakas Boglárka éneklését Buzogány Csoma István kíséretében. Ezt követően csapatunk újonnan betanult felcsíki koreográfiája következik. Új esztendő, mégsább szerző, most kezd újulni. Újulás a vég örömet, most kezd hirdetni. Újulás a vég örömet, most kezd hirdetni. Hirdeti már a Mesiás. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Szomszédok, elmentek, én még akkor a gyermekkoromban éltem, hogy lefektettek, ugye karácsony táján, hát szépen megjött az angyal, minden, és aludtam, és hát egyszer nagy zaj, valami öregember hangok az ablak alatt, meg is ettem rendesen, az ablak alatt volt, azzal kiszöktem, és közben bejeleztették, aki az illető ott olyan zaj csinált, hát aztán szépen nekiálltak konyhába énekelgetni, borozgatni, és akkor utólag megtudtam, hogy ezt hívják kantálásnak. Tehát karácsonykor sok ünnep van, ugye nem csak maga a karácsony, az adventi várakozás, hanem még utána következik István nap, János nap, és még egyenek is, ugye jön az új év persze, és akkor ezt az egész decemberi ünnepkört egy kicsit mi összeszedegettük egy pár éve, és akkor egy ilyen kántálás formába elhoztuk ide végre haza, mert tényleg így van, hogy összeálltunk egy pár falut ezzel, és meg is váltunk rendesen, és úgyhogy én nem szaporítom a szót, hanem fogadják szeretettel egy kicsi válogatás ebből. Az elején lesznek betlehemes énekek, karácsonyhoz fűződők, és utána pedig lesznek az István és János napi köszöntők is.
neked mondom. Sebestyén Mártától biztos ismerik, már nagyon sokat hallhatták a YouTube-on és a mindenféle TV csatornákon a Betlehem, Betlehem kezdetűt. A második, ami volt, az szintén az alföldi, az Kecskemét környéki alföldi ugrós tánc. Egy picit lassítottunk rajta, mert tegnap este olyan gyorsan elfújtuk, hogy majdnem táncoltunk rá. És a harmadik pedig a születésén Istennek az Lészpedi Moldvai eredetileg, de most már szintén az egész Kárpát-medence átvette és énekelik, ismerős lett. Most következik két olyan ének, amit most frissibe tanultunk nemrég. Az egyik, az első, a Szép Kelet, Szép Nap, azt a katolikus hívek tudják, hogy új esztendőkor, házszenteléskor is éneklik, de a Vajdaságból loptam el idézőjelbe, össze van párosítva egy karácsonyi betlehemes énekkel, nagyon érdekes. És a legutolsó ilyen betlehemes énekünk az pedig Maros Sárpat, aki Maros felső Maros menti. Egy nyáradmenti kollégámtól tanultam, jó nyáradmenti esem is van fűszerezve, úgyhogy fogadják azt is szeretettel. Now
csendőben új szívekkel. Dicsérünk Jézus énekekkel. Szilárdságú kereszt elkirül. Ezek olyan jó köszöntő nóták, tudják mivel jár, igaz-e? Ilyen béfelé hajítással, úgyhogy megpróbáljuk mi is, ha bár kicsit nem úgy állunk éppen most mi, de olyan formán eljön. Az új év köszöntőt, új
képet. Majd együtt köszönjük azt. Nem adok semmit azt. Jó, majd nem azt mondtam. Csapatunk elsőként betanult koreográfiáját a mezőföldi úrost elevenítjük fel, majd az első további részében egy humoros párbeszédet hallhatnak.
Először! Kérem a következőt! Elnézést kérek, doktor úr, hogy így ajtótól voltam a hangot, tehát így tudni a fogamról van szó. Hát nem én gondoltam, hogy nem sakkozni jött ide velem. Jöjjön le! Mi reméljem? Mi? Hát ezt a hűvös fogadtatát. Kérem, nem vicceljen, nem érek rá magammal itt viccelődni, diskurálni, másik legyen szépen, nézzük meg mi a baj. Nem, én nem ülök rá. Én nem ülök van egy vadidegen székibe, hát mégis egy fokozásról van szó, a komoly dolog, ott a fogót állasz, ott vagy elalszik a szájamban. Hát nem, én először szeretném a doktor urat megismerni. Menjen nem, én még ilyen hülyeséget életemben nem hallottam. 12-en vannak innen az előszobába, és maga itt a diskurzust tart nekem itt a falabaralti szeretetről, a tessék szépen leülni. Nem. Biztos nem, én nem ülök elé, abban a székben, hát kérem, én tényleg szeretném a doktor urat megismerni. Drága jó Istenem. Jó, hogyha ezt akarja, rendben van. Most így karácsony után, hát jó, rendben van. Doktor Kajcsa Tibor vagyok, stomatológus. Kérem szépen, tanulmányaimat a klinikán végeztem el, itt a Manum utcában. Mit mondjak még magamról? Nős ember vagyok, 4 gyermeknek az édesapja, tudja, ilyen fajn, ügyes, egészséges, gyönyörű, szép burgundi gyermekek. Mit mondjak még? Ne siessen úgy, én ott maradtam már, hogy stomatológus. Kérem, na vicceljen, üljön rá! Nem üljön, ha mondtam, akkor szép már belé. Hát én egy vadidegen emberrel nem ülök rá, még sakkozni sem. Hát, és még el is felállítottam, ha mutatkozni, bocsánat. Bárkő vagyok. Jó van. Bárkő Balázs. Családi vállalkozó. Temetkezési koszorú, csokrú, fapasok, minden mennyiség be lehet rám lenni. Jó napot kívánok, kedves! Várjátok! Most jön ilyen szépen, megismártál magad, úgy jön ide! Nem tudok abba a székben, egy vadidegen székben, hát sokkozni nem ülök le idegennel, nem, hogy ebbe a székben. És akkor nekem adott puszit, megsimogatta a fejemet, és adott csoki! Csokoládét! Honnan a Jézus Mariában szeregetni magamat? Csokoládét kastál én! Nyuszi csoki! Nyuszi csoki, tarácsom! Megvan ez a hallgatva magam! Nem vagyunk mi berendezket már rá, kérem! Hát minden esetre én hoztam negyedkörül talócukrot minden esetőséget, hát ő lehet adni, de maga ne egyen belőle. Én még ilyen hülyeséget nem mondom. Legyen belőle. Már egy szólítgassam esetleg, hogy becézzel, vagy valami. De jó, igen, hát én Balázska. Balázska? Igen, Balázska, nyugodtan szólított Balázska. Hogy az ebben szinte szönyük a Balázska. Jajjon, Balázs. Jajjon, kedves, drága, aranyos kis Balázska. Jajjon, szépen, gyere szépen, nem történt semmi sem, gyere szépen, ülj rá, nézzük meg a szajoska, puszi! Csoki! Megkapadni, meg megkapadni. Jó lesz ez a színű. Puszi! Puszi! Inakció.
massza cukor. Tocchi! Nyomok a csapat. Látsz ki a szájra! Látsz ki! Ugye? Ugye, hogy nem fagy? Kicsi valahogy. Ugye, hogy nem fagy? Hát mondtam én neked, hogy nem fagy. Nem fagy! Fúj! Csúlyan, doktor! Hát nem kötjék Balázs, hogy ma fogom, hogy hány fáj a sikra a fejed! Nem fagy! Nem fajhatott annyira. Ez itt mondtam, pofám! Hát te milyen katona leszel még? Mi? Hát szégyed magad, hagyd fejezzék meg, mutassak valamit! A baszkodj bele a kezembe! Katona, hogy csinál? Bam, 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 bam! Azon is így hülyeskedj! Gyere, 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 doktor, bácsi, másik lehet viccel. Képzeld el, hogy minap bejött egy bácsi ide a rendelőbe. És mondtam neki, jöjjön le, lejött ugye. Akkor mondtam szépen, tartsa ki a száját. Mondtam, tárgyal, hogy itt tartott a száját. Mutasd meg, hogy tartott neki a bácsi a száját. Látsd ki szépen a száját. Jó, akkor mondok egy viccel. Mondtam a bácsinak, hogy kérdeztem tőle, hogy az alsó? Azt mondja nekem arra, hogy na, kira hajt a disznyó! Éva, Éva! Na, Napi! Ugye nem faj? Tessék szépen, öblögessék kicsi Balázska! Öblögessék, drága gyár! Na köpköd, na köpköd, na köpköd, na köpköd, na köpködjél! Gyere szépen a doktor bácsi most becsomagolja a fogacskádot ide! Szépen abba a sáján papírba, ide, így ne szépen becsomagolja neki, drága kicsi Balázskának. Tessék, mert Balázska szépen megfogja, hazaviszi és megmutassa az anyukájának. Jó, jé? Na, hagyjuk én. Hagyjuk ezeket a gyerekes dolgokat. Mi? És mindketten fejlődtek vagyunk. Hagyjuk, az előbb az mi? Amúgy szeretnék gratulálni. Elég jó csináltam. Elsőként szeretnék gratulálni. Nagyon jó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Viszontlátásra, minden jó! Pillanat! És a pénz? Pénz! Köszönöm szépen! Thank you.
És végignézhettem a nagyszerű előadás sorozatot. Mint ahogy már eddig is mondtam, nagy büszkeséggel tölt el, hogy Szent Iván Laborfalban van egy ilyen fiatal szervezet, a SZIA, amelynek tagjai fáradtságot nem ismerve a közösség érdekében tesznek olyan dolgokat, amivel segítik a falu lakosságát, ide sorolnám a különböző gyűjtéseket, takarítási akciókat, valamint a vallási és nemzeti alkalmával megszervezett különböző rendezvényeken való részvételt, a hagyományok ápolását is. Kívánom, hogy ezentúl is ugyanilyen lendülettel és kitartással folytassátok ezeket a tevékenységeket a közösségünk érdekében. A Székely István dalkör dalait hallgatva mindig jó érzés járja át a szívemet. Eszembe jutnak a gyerekkorombeli népdaltanulások, amelyek már régen feledésbe merültek volna, ha nem lenne egy ilyen lelkes csapat, amelynek tagjai szívvel, lélekkel gyűjtik és előadják számunkra ezeket a dalokat, valahányszor alkalom adódik rá. Kívánok nekünk is további erőt, egészséget és jókedvet, hogy még sokáig megörvendeztessenek minket az előadásaikkal. A jelenlévők sokasága is azt jelzi, hogy már sokan várták az ilyen jellegű találkozást, ahol talán egy kicsit visszaröpülünk az időben, és átéljük azokat a pillanatokat, ahogy az elődeink éltek. Egyszerűen és boldogan, ami hiányzik a mai ember életéből. Az egyszerűséget a fényüzés váltotta, ami bonyodalmakat szül, a boldogságot pedig néha a bánat és szomorúság cserélte fel. Szerencsére erre cáfolnak rá a másti előadóit, akik a maguk egyszerűségével fergeteges vidámságot teremtettek.
Mivel közeledünk az év végéhez, kívánok mindenkinek egy reményteljes, boldog új évet. Adja az Isten, hogy az új év találjon minket egészségben, szeretetben, békességben, amelyre mindenkinek oly nagy szüksége van. Bort, buzát, békességet! Szeretnék átadni a SZIA részére egy emléklapot, a színvonalas előadásukért, a közösségért kifejtett évi tevékenységükért. Ugyanakkor a Székely István dalkörnek is szeretnék átadni egy emléklapot. Kérem a vezetőket, hogy is legyen miközben Anuska néni kiosztja a virágokat. Én meg szeretném köszönni minden olyan falubelinek, minden olyan vállalkozónak, aki egész évben segítette csapatunk és faluközösségünk előre mozdulása. Ugyanakkor külön köszönettel tartozunk Bozogány Csoma István tiszteletes úrnak, aki mindig lelkiismeretes munkával segít nekünk, és bármire megkérjük, mindig ott van és támogat. Megkérjük szépen, hogy vegye át az ajándékot. Egy tapsot! Ugyanakkor Kocsis Fumor Tibornak is meg szeretnénk köszönni, hogy egész évben segít, és a néptánc oktatás elsajátítása megtanítja nekünk a fiatalok számára, és mindig, hogyha bármire megkérjük, hogy éppenséggel nincs egy kalapunk, vagy nincs egy ingünk, ő mindig gondoskodik rólunk, úgy, mint egy igazi apa. Köszönjük szépen! Említeni még Bordal Zsoltot is, aki december folyamán a gyerekekkel elkezdte az egész éves, úgymond hetente megrendezendő asztali tenisz edzéseket, amelyre már 15 személy is részt vett, sajnos ő most nem lehet itt. Ugyanúgy Ifjú Stancsú Andrásnak is, aki közreműködésével és segítségével több vállalkozóval közösen adományaikkal segíti csapatunkat. Igen, köszönjük nekik is! Ugyanakkor erre a lelkesedésre, hogy pingpong és asztali tenisz edzéseket szervezünk, egy névtelen falubeli adakozó a csapatunk számára egy asztali tenisz asztalt fog vásárolni, amelyet több mint valószínű, hogy januárban már a gyerekek használni is fogják. Köszönjük neki is! Utoljára hagytam Uzon község polgármesteri hivatalát, akik talán az utóbbi fél évben, hát azt mondhatom, hogy mindig bármiben kértünk, még egy apró dologgal is, egy égővel, vagy bármivel besegítettek, és nem volt olyan dolog, amivel nem tudtak segíteni. Köszönjük, és reméljük, hogy ez mindig így marad. Ugyanakkor Bordas Enikő polgármester asszonynak szeretnénk megköszönni azt is, hogy a Total Vitorónia közreműködésében segített, hogy a csapatunknak a jövő év folyamán, reméljük, hogy az év elején 20 darab népviseleti ruhával bővüljön a csapatunk. Köszönjük szépen! Meg kell említenem itt ezt a sok fiatalt is, akik egész évben mindig tevékenykednek, és lelkiismeretesen végzik azt a munkát, amivel a falu
előremozdulását, életét és talán mozgalmassá teszi azt a közösséget, amiben itt élünk. Meg szeretném köszönni nekük is, mindenkinek személy szerint, és ugyanúgy az elnökségi tagoknak, Földes Fincsőnek és Sűrös Arnoldnak is, akik véghetetlenül segítik a munkámat azért, hogy ez az előadás ma is létrejöhessen, és sok más egyéb esemény. Én a legvégén, ugye, hogyha már úgy szokás mondani, hogy hajtlat húztak a fejére Kincsőnek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Márkándőt, vagy nem tudom, hogy mondjam, eljegyezték, vagy megértették a fejét, elnézést kérek, akkor őt is külön, bocsánat kérek, őt is külön szeretnénk egy aroma, egy kisebb ajándékkal. Köszönjük neki is a munkát, fogad szeretettel, legyetek boldogok, Jóska, Anna! Meg kell említsem azt is, aki nem csak fizikailag segítenek, az a két személy, aki mindig esténként lelkileg is feltől, és segít a munkámban, az pedig édesanyám és édesapám, akiknek kérdezik. Nekivottyainknak is tartozunk egy kicsiséggel, és felkérnénk Kajcsa Tibort, Bánkő Balást és a Széke István dalkört, hogy vegyenek át egy-egy üveg bort. Egy nagy tapsot nekik! Egy üzenetet szeretnék továbbítani a megyei prefektus úr részéről, aki objektív okok miatt nem lehet itt, de üdvözletét küldi a Szent Iván Laborfalvi lakósoknak, és erőben, egészségben kíván boldog új évet. Ugyanakkor én is kívánok a csapat nevében és a fiatalok nevében egy egészségben, erőben, mindenségben boldog új évet, és reméljük, hogy jobb lesz, mint az idei volt. Köszönjük szépen! Én is szeretnék szólni pár szót. A csapat nevében szeretném megköszönni, hogy te is itt vagy velünk, és viszed az egész csapatot, és ha bármilyen problémánk van, fordulhatunk feléd, és segítesz nekünk megoldani. Köszönjük szépen, hogy vagy meg. A tombolahúzások következnek, úgyhogy mindenki vegye elő a tombolahelyet. A nyertes szám, aki fogja nyerni a főnyereményt, és azt a szalvirágot, a malacsal együtt van pirosmasti ágalat, az egy kétjegyű szám, szinte három, de nem. Minden van benne, a végtelennek a fele is benne van, egy hármas szám is, hogy az elején vagy a végén, azt nem tudom. Akkor Adrián felolvassa a nyertes számot, aki a mai főnyereményt, a malacot elviszi, az nem más, mint... A 93-as! No, Agri! Köszönjük szépen, és a fiatalok segítsenek az, aminek azért, mert így kell írni, most viszed el oda, vagy 6 hónap múlva, és azt mondom. Hát a 6 hónap fel, nem van egy akkor kell. Na, akkor hogy adjuk a jelen megdalatot? Jó, a
Köszönjük szépen a tanulmányt, és